Érdemes váltani. Várhatóan 10-20%-kal emelkedik a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díja azoknak az autósoknak, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek szerződést. Éjszakai fagyok. A november 1-től krízis időszaknak számító hónapokban a hőmérséklet lehűlésével egyre többen szorulnak segítségre. Javult a levegő minősége. Az őszi időjárásban a szennyező anyagok feldúsulhatnak, ez okozhatta a légszennyezettséget a megyeszékhelyen. Várhatóan 10-20%-kal emelkedik a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díja azoknak az autósoknak, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek szerződést. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Azok válthatnak az idei évben kötelező biztosítást, akiknek január 1-én van a szerződéses fordulónapja. Az évközben váltók még magasabb drágulásra számíthatnak. Európában a hazai KGFB, azaz kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjai a legalacsonyabbak. Az elmúlt években folyamatosan csökkentek a biztosítások költségei, azonban mostantól várhatóan évekig tartó, kismértékű emelkedésre számíthatnak azok az autósok, akiknek lejár a biztosítása. Kizárólagosan csak azok válthatnak most kötelező felelősségbiztosítást, akiknek az évfordulójuk január 1-ére esik. Ezek azok a személyek, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek kötelező felelősségbiztosítási szerződést. Ez körülbelül az autós társadalomnak körülbelül egy olyan 40%, illetve annál is kevesebb. Ezek javarészt idősebb emberek, kis teljesítményű idősebb autókkal, akiknek az éves díjuk most jelenleg ilyen 10.000 forint alatt van adó nélkül. Az érintettek akkor válthatnak biztosítót, ha a fordulópont előtt 30 nappal, azaz december 1-e éjfélig beérkezik a szerződésük felmondása a biztosítóhoz. Az idei évben ezek az összegek, ezek nagyon kis számok lesznek. Mindenképpen emelkedés várható, tehát egy ilyen 10-15-20%-os emelkedés, de ez havi szinten egy 50-100 forintos emelkedésen biztosítási díjban, akiknek éves szinten 1000 forintot szeretnének spórolni, azok váltanak. Azok az autósok, akik 2010 után kötöttek biztosítást, és évközben van a forduló napjuk, akár 50-80%-kal is drágább biztosítási ajánlatot kaphatnak, azonban jelentősebb díjemelkedésre csak abban az esetben lehet számítani, ha valaki kárt okozott és romlott a besorolása. Az éjszakai fagyok beköszöntével megnőtt a segélyszervezetek munkája. Az oltalom szeretett szolgálat konyhája, valamint a nappali és az éjszakai melegedője is közel teljes kapacitással működik a megyeszékhelyen. A november 1-től krízis időszaknak számító hónapokban a hőmérséklet lehűlésével egyre többen szorulnak segítségre a környező tanyavilágban is. A november 1-e és március 30-a közötti hónapokat krízis időszaknak nevezik a szociális szervezetek. A Periféria Egyesület tájékoztatása szerint Nyíregyházán 300-400 hajléktalan ember él, akik közül mindössze 50-60-an mondhatók ténylegesen fedél nélkülinek. Ők átmenetileg sem számíthatnak rokonok és ismerősök segítségére, minden éjszakájukat az utcán töltik, a legtöbben még a melegedőt sem keresik fel. Télen kifejezetten nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden este megkeressük az utcán élő embereket, tudjunk nekik természetbeli adományokat nyújtani. Ez kifejezetten a gyakorlatban meleg ruhaneműt jelent, takarót, élelmiszert, teát, hogy felkészítsük őket az éjszakára, de azt is el kell mondanunk, hogy a Periféria Egyesület törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb ember töltse az éjszakáit az utcákon, közterületeken. A téli időszakban a megemelt utcai ellátási szám mellett, aki igényli, az éjszakai melegedőbe is elszállítják az Egyesület krízis kocsijával, ahol a pihenési lehetőség mellett szociális támogatást is kaphatnak az ellátottak. Nyilván ebben az esztendőben is, mint folyamatosan nyújtjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel segítjük a nehéz helyzetben lévő embertársainkat. A nappali melegedőn biztosítunk nekik megfelelő nappali ellátást, a népkonyhán ételt kapnak, és az éjjeli melegedőben pedig, az éjjeli menedékhelyen pedig nyilván az alvás, a pihenés lehetőségét tudjuk biztosítani. Itt jelenleg a kihasználtságunk az majdnem a
a megengedett létszámok közeli állapotban, hiszen a nappali melegedőn 150 férőhelyünk van, ott 130 körüli a létszám, az éjjeli menedékhelyen 100 férőhelyünk van, ott 90 körüli a kihasználtságunk, és a népkonyhában van a legmagasabb, ott 170-175 adag ételt osztunk ki naponta a rászorulóknak. Az oltalom szeretett szolgálat mellett a Jóbb Oliver szeretett intézménye is naponta oszt ebédet az ellátottak anyagi helyzetéhez mert térítés ellenében. Ellátottaink körében ugye nagyon sok az egyedülálló beteg idős ember, akinek vagy nincsenek hozzátartozóik, vagy ugye a gyerekek külföldön élnek, messze élnek, és ugye ez az egyetlen segítségük, amit az intézményünk biztosít számukra. Szociális étkeztetéssel is ugye foglalkozunk, 550 adagot főzünk naponta, nem csak a tanyai területen, hanem a város több pontjába is szállítjuk az ebédet, és valóban tehát ezek a kollégák is úgymond szociális munkát is elvégeznek. A szeretett intézmény a szociális étkeztetés mellett célul tűzte ki, hogy a tanyavilágban a tanyagondnoki szolgálat keretében minden nap meglátogassanak 800 egyedül élő idős embert. Nekik nem csak meleg ételt visznek, segítenek a tüzelőaprításban, begyújtásban is, hogy így óvják őket a téli kihűléstől, fagyhaláltól. A rendőrség is kiemelt figyelmet fordít a rászorulókra. A megyei rendőrfőkapitányság szóvivője kérdésünkre elmondta, ilyenkor nem csak a tanyavilágban élőkre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Azt kérjük, hogyha valakinek rokona, ismerőse, hozzátartozója valamilyen okból nem biztos, hogy tud magáról gondoskodni, akkor ebben az időszakban keresse föl, hívja föl telefonon, és bizonyosodjon meg arról, hogy nincsen szükség segítségre. Ha pedig bárki közterületen, utcán fekvő vagy magatehetetlennek tűnő embert lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A szóvivő hozzátette, egy utcán fekvőhöz abban az esetben is segítséget kell hívni, ha csak ittasnak tűnik, mert a magatehetetlen ember hamar kihűlhet a hidegben. Javult a levegő minősége Nyíregyházán. Az őszi időjárásban a szennyező anyagok feldúsulhatnak, ez okozhatta a légszennyezettséget. Igazi javulást szombatra ígérnek a szakemberek, azonban a szállópor értéke már az elmúlt 24 órában is alacsonyabb volt, mint az elmúlt napokban. Ezen a szénatéri mérőállomáson vizsgálják nap mint nap 24 órán át a levegő minőségét a szakemberek. A szállópor légköri koncentrációja 3 napon keresztül átlépte a 75-ös mikrogram per köbméter értéket. Ez az adat az őszi időjárásban feldúsult szennyező anyagoknak köszönhető. Most hazánk felett egy anticiklon uralkodik, szélcsendes időjárás van, ahogy az éjszakai órákban, vagy ahogy a nap lemegy, egy erős lehűlés következik be, ezáltal az elkeveredési réteg, az inverziós réteg nagyon alacsonyan van. Délutántól beindul a lakossági fűtés is, és a megnövekedő szennyezőanyag kibocsátás miatti szennyezőanyag mennyiség nem tud megfelelően elkeveredni a légrétegekbe, ezért feldúsul. A szennyezettség a késő esti, éjszakai és kora reggeli órákban jelentősebb. A felmelegedés hatására napközben javul a helyzet, a kora esti csúcsforgalom azonban megint negatív hatással van a levegő minőségére. Komoly egészségügyi veszélyei nincsenek, de a szakember azt javasolja, ne az esti órákban szellőztessenek, és kerüljék a szabadban végzett fizikai munkát. Az, ahogy tudjuk csökkenteni, elsősorban a tömegközlekedést használjuk, gyalogosan kerékpárral közlekedünk, főleg a dízel üzemű autóknak a használatát mellőzzük, illetve ha többfajta tüzelési módunk van, akkor a gáztüzelést részesítjük előnybe, tartózkodunk az avar, kerti hulladékok égetésétől, ezekben az időszakokban, ahol természetesen amennyiben engedi az önkormányzati rendelet. Az előrejelzések szerint a jelentős javulás mégiscsak szombattól várható, amikor egy ciklon érkezése csapadékos időt hoz magával, ami teljesen megtisztítja a levegőt. Farmot működtet a Tiszadobi önkormányzat. A mintafarmon 13 közmunkás dolgozik, állattartással és növénytermesztéssel foglalkoznak, amiből a község intézményeinek étkeztetését biztosítják. Az önkormányzat célja, hogy ezzel is népszerűsítsék a háztáji gazdálkodást.
A Mintafarm első zöldségeit még 2012-ben ültették, majd 2013-tól kezdték el a komolyabb beruházásokat. Az önkormányzati farm ma már ellátja a település óvodáját, az általános iskolát, de főznek az időseknek és a rászorulóknak is. Naponta körülbelül 500 adag étel kerül ki az önkormányzat konyhájáról. A község közmunkaprogramban dolgozói látják el a gazdaság napi feladatait, jelenleg 13-an. Sztiszodob település szélső utcája. Annyira szélső utcája, hogy a kert az már lejár a Tiszára, illetve a Tisza jártérre. És gyakorlatilag itt egy hektáros területnyi részen gazdálkodunk úgynevezett önkormányzati farmon, vagy önkormányzati mintafarmon. Ezen a farmon háromféle állatot tartunk. Tartunk baromfiakat, tartunk sertéseket és tartunk szarvasmarhát. Az állatok mellett minden olyan zöldséget megtermelnek, ami egy konyhára szükséges. Ilyen alapanyag például a sárgarépa, a káposzta és a burgonya. A farmon kialakítottak egy mini tejcsarnokot is, ahol egy 300 literes hűtőbe közvetlenül a fejés után kerül a tej, amiből a konyhán kakaót, sajtot, tejfölt és tejszínt is készítenek. Gyakorlatilag teljesen steril körülmények között történik a előállítása mindennek. A tejből még melegen vesszük ki a tejszínt. A tejszín az ilyen literes teljes üvegekbe kerül letárolásra. Itt is 400 fokon tartjuk a tejszínt, és a tejjel együtt ez a tejszín is felkerül a konyhára továbbfeldolgozásra. Azokat az alapanyagokat, amiket az étkeztetésben nem tudnak felhasználni, a konyhán keresztül értékesítik, főleg az iskolai szünetek alatt. Az önkormányzat közvetett célja a programmal, hogy a háztáji gazdálkodást népszerűsítsék. Idén már nemzetközivé vált a pénzsztár elnevezésű pénzügyi gazdasági verseny. A megyei fordulóról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A 14. fordulót követően is 100%-os teljesítménnyel áll az NB3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese legutóbb a Diósgyőr második csapatát verte 3-1-re. A Spari szombaton Budapesten a Rákosmente KSK otthonában lép pályára. Három megye képviseletében 7 csapat lépett pályára a Nyíregyházi Zai Gimnázium tornacsarnokában a speciális szakiskolák regionális foci tornáján. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett rendezvényt hagyományteremtő céllal hívták életre. Huszonkét helyszínen 110 középiskolásokból álló 4 fős csapat mérte össze tudását a pénzsztár elnevezésű nemzetközi pénzügyi gazdasági versenyen. Nyíregyházán a megyei fordulóban 5 együttes vetélkedett azért, hogy ott lehessen a középdöntőben, majd a fővárosi fináléban. Idén 2,5-szer annyi diák indult el a pénzsztár pénzügyi gazdasági versenyen, mint az előző években. A 2015-ös megmérettetésre 1800 csapat, azaz 7200 diák jelentkezett, ma pedig közülük a legjobbaknak osztották szét a megyei fordulók feladatlapjait, többek között Nyíregyházán is. A fiatal versenyzők között mindig akadnak olyanok, akik nem pénzügyi osztályban tanulnak. Az lenne a cél, hogy ne csak a pénzügyi diákok rendelkezzenek pénzügyi tudatossággal, hanem minden felnövekvő nemzedékre is kiterjedjen ez, és az önálló életkezdéshez, a család alapítással kapcsolatos pénzügyekhez, a szakmai pénzügyi területeken, aki ilyen munkakörbe dolgozik, akár vállalkozóként, akár nagyvállalatoknál, sokkal képzettebb, tájékozottabb és tudatosabb legyen a munkájában is, és a saját családi mindennapi életében is. A megyei selejtező főszervezői a Szabolcs Takarék és a NAV megyei adóigazgatósága. A szervezők képviselői, a zsűritagok azt mondták, céljuk, hogy a középiskolás korosztály figyelmét felhívják a pénzügyi kultúra fontosságára.
Saját képzési programunk is van ezzel kapcsolatban. Megye középiskoláit járják a kollégáink, és 3x90 perces órák keretében igyekeznek a középiskolás tanulók körében elmélyíteni az adótudatosságot, és gyakorlatilag ezzel a célkitűzéssel egyezik meg a Pénztár című vetélkedő sorozatnak a célkitűzése. Az idei megyei versenyen 5-4 fős csapat mérte össze tudását, a diákok meghatározott időt kaptak a feladatok megoldására. 14 órakor, mint egy érettséginél felbontjuk a borítékot, és az országban egyidejűleg zajlanak ezek a versenyek. Örömteli, hogy a mi megyénkből mindig jó szerepelnek a következő szintű versenyeken is. A diákoktól komoly felkészülést igényel. Tehát ez teszteket tartalmaz, fogalmi meghatározásokat, egy nagyon kiterjedt szertágazó ismeretanyagot feltételez. Az első feladatnál többek között az osztalék, a portfólió és a GDP fogalmát kellett felismerniük a versenyzőknek. A mai világban nagyon fontosnak tartom, hogy már fiatalon elkezdjünk a pénzügyel megismerkedni, és ehhez nyújt nagy segítséget ez a verseny. A megyei selejtezőn 5 csapat vetélkedett azért, hogy ott lehessen a középdöntőben, majd a fővárosi fináléban. A 14. fordulót követően is 100%-os teljesítménnyel áll az NB3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese legutóbb a Diósgyőr második csapatát verte 3-1-re. A Spari szombaton Budapesten a Rákosmente KSK otthonában lép pályára. Mozgalmas elmúlt hetet tudhat maga mögött a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese szerdán Magyar Kupa mérkőzésen 4-1-re verte az NB2-es Sopront, 3 gólos előny szerezve a november 18-án esedékes visszavágóra. Vasárnap bajnoki meccsen a Diósgyőr második csapata látogatott a Városi Stadionba, és a Spari 1-0-ás félidő után 3-1-es győzelemmel tartott otthon a 3 pontot. Egészen más volt a Sopron elleni kupa találkozó, hiszen ott 2 mérkőzésen kell azt kivinnünk, hogy továbbjutassunk. Hétvégén pedig csak 90 percünk volt arra, hogy a 3 bajnoki pont Nyíregyházán maradjon. Mind a 2 meccsen jól játszottunk, a szerdán talán még jobban. Óriási hangulat volt és óriási játékkal nyertünk ugye 4-1-re, nincsen még lefutva a párharc. A hétvégén meccsen pedig picikét talán halványabb játékkal, de szintén megérdemelten szereztünk 3 pontot. Egy súlyos sérülés utáni hosszabb kihagyást követően visszatérő Rezes László eddig 9 gólig jutott a bajnokságban, így a csapat teljesítménye mellett a sajátjával is elégedett lehet a támadó. Mindent kihoztunk ebből az őzből, amit kihozhatunk. Igaz, van még 3 bajnoki mérkőzésünk, meg egy kupamérkőzésünk. Hogyha ezt be tudnánk húzni mind a 4 meccset, úgymond, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sikeres fél év állhatna mögöttünk. A vezetőedző elmondta, hogy az eredményeknek köszönhetően 180 fokot fordult a csapat hangulata a nyárihoz képest. A Bolyszánt óta eltelt 3 hónap, most már lassan, a táborunk óta egészen más volt, akkor még a hangulat, apátia volt, letargia volt, csalódottság volt, most pedig ott tartunk, hogy egy óriási, nagyon-nagyon szép ősz előtt, vagy ősz közepén, lassan végén vagyunk. Hangulat parádi, és játékosok szeretnek edzésre járni, én imádok velük lenni, a közönség szeret minket, és imád mi is szeretjük őket. Az NV3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartacus áll 39 ponttal, megelőzve az egy meccsel többet játszó 36 pontos Ceglédet és a 32 pontos Cigándot. A másik megyebeli csapat a legutóbb a Reasztó hazai pályán 2-0-ás vereséget szenvedő Nyírbátor 6 pontjával az utolsó a tabellán. A 15. fordulóban a Spari a Rákosmenti KSK-hoz, a Nyírbátor pedig a Diósgyőr 2-höz látogat. Három megye képviseletében 7 csapat lépett pályára a Nyíregyházi Zai Gimnázium tornacsarnokában a speciális szakiskolák regionális foci tornáján. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett rendezvényt hagyományteremtő céllal hívták életre. A speciális szakiskolák diákjai az elmúlt esztendőkben évente egyszer Baján mérhették össze tudásukat atlétikában és labdarúgásban. Az MLS bekapcsolódásának köszönhetően idén új, immár regionális rendszerben bonyolítják le a futballtornát. A Zai tornacsarnokában Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyét 3-3, Hajdú-Bihar megyét pedig egy csapat képviselte.
a mai rendezvényünket a Speciális Olimpiai Szövetség, a Magyar Labdarúgó Szövetség közös szervezésében tudtuk megrendezni. Regionális grassroots program, ahol 3 megye csapatai vesznek részt, és speciális szakiskolások tanulásban akadályozott tanulókkal. Első ilyen alkalom, ahol részt tudnak venni a Speciális Olimpia szervezésében, és nagyon örültünk annak, hogy minket, a szövetségünket kértek fel, hogy szervezzük meg ezt a teremlabdarúgó tornát, és nagy örömünkre 7 csapat tudott eljönni. A regionális tornák, egyben válogatók is a pályára lépők számára, mivel a legjobbak akár a válogatottba is bekerülhetnek, és a Speciális Olimpián képviselhetik majd a magyar színeket. Iradunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Várhatóan 10-20%-kal emelkedik a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díja azoknak az autósoknak, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek szerződést. Azok válthatnak az idei évben kötelező biztosítást, akiknek január 1-én van a szerződéses fordulónapja. Az év közben váltók még magasabb drágulásra számíthatnak. Az éjszakai fagyok beköszöntével megnőtt a segélyszervezetek munkája. Az oltalom szeretetszolgálat konyhája, valamint a nappali és az éjszakai melegedője is közel teljes kapacitással működik a megyeszékhelyen. A november 1-től krízis időszaknak számító hónapokban a hőmérséklet lehűlésével egyre többen szorulnak segítségre a környező tanyavilágban is. Javult a levegő minősége Nyíregyházán. Az őszi időjárásban a szennyező anyagok feldúsulhatnak, ez okozhatta a légszennyezettséget. Igazi javulást szombatra ígérnek a szakemberek, azonban a szálló por értéke már az elmúlt 24 órában is alacsonyabb volt, mint az elmúlt napokban. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. A legfrissebbekkel természetesen holnap este várjuk majd Önöket, addig is híreinket megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárásában lényeges változás nem várható, napos és ködös körzetek egyaránt előfordulnak. Éjjel gyengén felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, sok helyen képződhet sűrű köd. Hullócsapadék nem lesz, reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható, a felhők mögül időnként előbújik majd a nap. A váltakozó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is folytatódik a csendes őszi idő, derült napos és tartósabban felhős, párás, ködös vidékek egyaránt előfordulnak majd, csupán elvétve alakulhat ki szitálás. Vasárnap a keleti észak-keleti országrészben lehet helyenként gyenge eső. A hétvégétől kissé enyhébbek lesznek az éjszakák, a maximum hőmérséklet a napos tájakon a sokévi átlag felett várható, a hosszabb ideig ködös részeken azonban jóval hűvösebb időre van kilátás.